Szép estét kívánok mindenkinek! Szeretném minden abban mostanában sokat emlegetett Hofi viccel kezdeni, hogy felkészültünk a térre, de mondjuk hóra nem számítottunk. Elnézést kérünk, hogy ilyen tömeges jelentet alakítottunk itt ki. Ennek technikai okai vannak. A színháznak csak olyan projektora van, ami ekkora képet tud vetíteni. Ha ennél nagyobbat szerettünk volna, akkor az nem lett volna elég fényerejű, és nem tudták volna. Hát így is lesznek azért korlátaink, de ebben a minőségben sem tudták volna élvezni a filmet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, felörülünk, hogy ennyire eljöttek. Mindjárt egy-két kérdéssel kezdeném a beszélgetésünket, amit most önökhöz intéznék, nem az itt jelenlevő urakhoz. Legyen szíves, tegye fel a kezét, aki nem látta a Kelet és Nyugat című filmet. Felírtátok? Köszönöm szépen. Legyen szíves, tegye fel az a kezét, aki nem lát, nem ismeri a mellette ülő két úriembert. Ők a szerencsésebbek. Köszönöm szépen. Akkor viszont azért a be kell, hogy őket mutassam. Az alkotók közül most a mellette ülő úriember Keresztúri Ferenc. Aki a nevéből is ismerhető a Farkas Keresztúri filmnek egyik alapító tagja, és mellette pedig kollégája, segítője, Schwinger János. Elég régóta készülünk erre a vetítésre, már eldöntöttük novemberben, hogy ha kész lesz egyszer a film, akkor bemutatjuk. Mindenféle technikai akadályok után most remélem, hogy egy akadályok, hogy meg is nézhetik. Nagyon sokat beszéltem én a főleg Ferivel a filmezésről, a természetfilmezésről, a filmekről, és megmondom őszintén, hogy nagyon sokat tanultam is belőle, és voltak azért szép számban mosolygató részletek is, nagyon jól szórakoztam közben. Úgy gondoltuk, hogy egy kicsit szólaljanak meg ők is, és természetesen szeretnék majd, ha a végén önök is beszélnének velünk a filmről, a filmezésről. Azt szeretném kérdezni Feri, hogy hogyan kezdődött ez a történet? Jó estét kívánok én is, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek erre a filmvetítésre. Tulajdonképpen a 90-es évek végére vezethető vissza a megismerkedésem a videókamerával. Itt a városban vásároltam egy VHS rendszerű ilyen kis kézi kamerát. Ugyanolyan szalagot használt, mint azok a jó öreg VHS videómagnók, ami elképesztően gyatran két minőséget biztosított. Tehát ilyen mindenféle megmagyarázhatatlan foltok voltak a képen, meg gyakorlatilag alig lehetett tudni, hogy mit ábrázol. Na és ezeket én kezdetben ilyen 5-6 perces klippekké raktam össze. Ezzel még nem is lett volna baj, de megmutattam a barátaimnak. Tehát, hogy még végig kellett nekik szenvedni, meg ülni a dolgot. Egy sem beszél velem azóta közülük. És akkor hosszú évekig így működött ez a történet. És ugye akkoriban még az internetet hírből sem ismertük, tehát a terjesztésnek a módja az gyakorlatilag a DVD írásra korlátozódott, és az ilyen házi bulikon kínosztam az ismeréseket ezekkel a rövid filmekkel. Míg nem 2009-ben, bocsánat, csak egy kicsit remekre kezem meg vagyok, tudom. Megismerkedtem Farkas Péterrel, ugye ebből adódik a Farkas Keresztúri film név, akivel egy munkahelyen dolgoztunk. Ő inkább a fotózás iránt érdeklődött, még nem teljesen átirányítottam erre a videós dologra, hogy ma már nem fotózik, hanem videózik velünk együtt. De időközben elköltözött Szentendrére, most már nagyon ritkán találkozunk, így ez a Farkas Keresztúri film név, ez tulajdonképpen már nem is nagyon állja meg a helyét, hiszen ritkán találkozunk. És 2012-ben csatlakozott hozzánk Schwinger Jani barátom, aki kezdetben egy ilyen mindenesként segített a csapat életét. Ezzel azt kell érteni, hogy egyre inkább törekedtünk arra, vagy egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy igényes mozgások legyenek a
filmjeinkben, és ez bizonyos eszközöket elő kellett állítani, mert megvenni ezeket nem tudtuk volna. Gondolok itt kamera, darúra, mozgató eszközökre, és ezt olyan nagyon ügyesen elveste YouTube-on innen, ahogy kell megcsinálni, vagy saját húgyfőből kiagyaltam. És aztán nagyjából elérkezünk a jelenhez, tehát mai napig is ebben a felállásban dolgozunk, illetve van még egy tagja a csapatnak, aki egy kicsit lazábban készült ez a dologhoz, hogy Baján Gábor, nagyon mutasd meg magad, Gábor, légy szíves! Nagyon jó barátunk, a kamera túloldalára ugyan nem nagyon szokott állni, de nagyon fontos rész a csapatnak. Talán ennyi. A filmezésnél, azt gondolnánk a természetfilmezésnél, hogy ez egy ilyen magányos műfaj, de ti azért csak dolgoztok. Egyedül jobb filmezni, vagy úgy, hogyha többen vagytok? Ez a téma határozza meg. Hát, hogyha állatokat szeretne filmezni az ember, akkor mindenképpen legügyesebb, ha egyedül jár. Nem beszélget, kevesebb zajt, csak. Ha viszont tájfilmeket készítünk, akkor ugye már annak okán is, hogy mi azért tetemes felszerelésekkel mászkálunk, ugye az előbb említettem, hogy darúval, sliderrel mi egymásra közlekedünk, úgy az az erényesebb, ha sokan megyek. Az állatok nem asszisztálnak ez a dologhoz, mert kifejezetten ellenzik. Egyik sem akarja, hogy belekerüljön a filmbe, és ilyenkor ugye bármilyen zaj az elriasztja őket. És így gyakran járunk mi ki egyedül az erdőbe, és aztán összeadjuk a felvételeinket természetesen. Illetve amikor építkezni kell, most fognak látni ebben a filmben olyan jelenteket, amik ezzel a kameradarúval készültek, számtalan jelenet lesz a filmben. Egy-egy 8-10 másodperces darús jelenet körülbelül másfél óra munkát jelent. Tehát mire felállítjuk a darút, betájoljuk, megcsináljuk, biztonságot megcsináljuk. Mi egymást, ez bizony sokszor egy-másfél óra, és ez 10 másodpercben jelenik meg végül a filmben. Tehát ez nyilván egy ember nem tudná elvégezni, ezért ilyenkor jó, ha többen vagyok, kell is jutok. A ti filmjeiteknek szerintem az egyik erőssége az, hogy ezek tematikusak, mindig valamilyen témakör épülnek, vagy egy fajt, vagy egy élőhelyet mutatnak be. Azt gondolom, hogy ezeket valamilyen szinten meg lehet tervezni, de ti készítetek forgatókönyvet, vagy hogyan készültök el egy film elkészítésére? Ez attól függ, hogy a természetfilmen belül is több műfaj létezik. Az egyik és talán a legegyszerűbb az a tájfilm. Azt szoktam mondani mindig, hogy a hegy nem szalad el, nem röpül el, nem úszik el, tehát azt úgy viszonylag könnyű lefilmezni. Ki tudom, mert elrontottuk egy felvételt, kimegyünk oda újra, és a tájfilmnél tervezni is lehet. Ott azért minden ott van a helyén, ha másnap kimegyünk, akkor sok lesz. Ellenben, hogyha állatokat filmezik, akkor csak egy nagyon laza forgatókönyv mentén lehet haladni, hiszen azt maguk az állatok fogják eldönteni, hogy végül majd miről szól ez a film, mihez adták a nevüket. Tehát a természetfilmezésben ritka az a merev, flexibilis forgatókönyv. Amikor szövegkönyvet írunk a természetfilmhez, az nagyjából kiismeríti a forgatókönyv fogalmát. A szövegkönyv maga a forgatókönyv is. Nyilván összegyűlik egy kritikus tömeg a nyersanyagból, és azután alakítjuk majd a szövegkönyvet, illetve a forgatókönyvet. Azt gondolom, hogy ha arra gondolunk, hogy természetfilm, akkor mindenki oroszlánokra, elefántokra, dzsungelre, esetleg új-zélandi tájokra, sivatagra, amerikai nemzeti parkokra gondol, hát főleg ilyen exotikusabb tájakat szoktunk a televízióban megnézni. Ti viszont inkább a mecsekben forgattok. Milyennek az oka? Erre most látszolni kéne, hogy nem mindig olyan, hogy beszéljen. Az az oka tulajdonképpen, hogy itt ülünk egy gyönyörű középhegység kellős közepén. Én úgy gondolom, szó szerint a közepén szinte. És én úgy gondolom, hogy
A meccsekben minden megvan, ami megvan a Bakonyban, a Börzsönyben, a Vértesben, vagy bármelyik középhegységben. Tehát praktikussági van, nincs okunk, hogy elmenjünk máshova. Azon kívül itt a meccsekben van számos olyan endemikus faj, ami vagy csak itt a meccsekben él, vagy csak a Dél-Dunántúlra korlátozott. Tudnak ilyet esetleg, ami lehet az növény, vagy állat, vagy bánáti bazsarókra, így van, tehát ki ne ismerni, aztán még elcsaki őszi tegzes, aztán nem tudom, tudták-e például az illatos húnyag, az a szép kis szerény tavaszi virág, az is elsősorban a meccsekben, illetve a Dél-Dunától a vanos, és ahogy menjünk fölfelé, északra, ez egyre inkább lehetünk, sőt, teljesen eltűnik. Tehát a húnyagnak más fajtái élnek már például a bűnben. Tehát nagyon-nagyon gazdag a mi meccsekünk, másrészt pedig hát nem kell utaznom. És ha tényleg minden itt van helyben, akkor nincs se okunk, hogy máshol menjünk. Persze azért tervezmétük a Yosemite nemzeti parkot, nagyon valamikor. A ti filmjeitek tulajdonképpen azért valamennyire csúnya szóval éve reklámot is csinál a meccseknek. Azért erről is van nektek történetek, vagy történetetek, ha jól tudom. Mire is gondolsz most? Hát, hogy volt, aki azért tudja a meccsekben, mert láttam. Ja, igen. Tehát előfordult többször is, és mi mai napig meg tudunk ezen lepődni, hogy dolgozunk a Hidasi völgyben, vagy a Menekvárdőben. És akkor jön egy kiránduló csapat, és ugye mi azért elég feltűnőek vagyunk az erdőben, ezekkel a hatalmas patyukkal, zöldbúgi csizmával a patak közelében. És akkor jönnek emberek, és megállnak mellettünk, és megkérdezik, hogy nem ti vagytok a Farkas keresztüli film, és kiderül, hogy Szegedről jöttek, meg az ország másik végéből, és ez jól esik, természetesen már erre gondoltam. Most adnak a Jajunknak a mikrofonnak kellemetlen pénzügyi kérdések jönnek. Feri már beszélt arról, hogy sok eszközt használnak. Természetesen ugye ez egy technikai sportág, ráadásul technológia fejlődésével tartani kell a lépést. Ma már egy HD-nél rosszabb minőségű filmet szerintem senki nem néz meg. Tehát folyamatosan fejleszteni kell, kamerák kellenek, eszközök kellenek, számítógép kell, tárhely kell, nagyon-nagyon sok munka, szoftver. Az a nagy kérdés, hogy honnan szerzitek a pénzt? Hát teljes mértékben önerőből állítjuk előre az anyagiakat. Illetve, amit Feri említette, megpróbálom saját kezére barkácsolni az eszközöket. És esetleg, hogyha díjakat nyerünk, akkor a díjak összegét visszapakatjuk rá. És lehet, hogy ezt a mikrofont is megtartom, mert ilyet nem fogok tudni csinálni. Ebben a szövegben benne volt az is, hogy kik a szponzoraik. Nem akarok tovább húzni a türelmüket, de mielőtt elkezdődne a filmvetítése. Azért egy szót veszünk arról, hogy ez több szempontból is újdonság nálatok. Eddig kisfilmeket, rövidfilmeket forgattatok, 10-15 perces hosszúságokat, ez most viszont egy jóval nagyobb falat. Hogy erre adtátok magatokat? Hát titkolt reményünk, hogy azért egyszer eljutunk majd odáig, már rögtön helyesbétem is magam, hogy televízióban lejátszák ezeket a filmeket. Azért helyesbétem magam, mert előfordult ez már nem egyszer korábban, de ez az 50 perc, amit majd remélem azért itt kellemesen eltöltenek, ez pontosan beleillik a televízió műsor struktúrájába. 50 perc plusz a reklámblokk, és akkor kijön az az egy óra, amit általában tematikus adók szeretnek. Tehát a természetfilmesek általában így készülnek, hogy 50 perc körülbelül legyen egy természetfilm első ideje. Másrésztről meg ahhoz, hogy egy tájegységet, egy olyan gazdag tájegységet, mint a Hidasi Völgyet be tudjuk mutatni, ahhoz kell ez a műsoridő. Tehát ahhoz készül, ez persze megéri erre. Nagyjából ennyi az oka. Feri ezt úgy is nevezte, mikor egymás között beszélgettünk, hogy ez egy kísérlet. Most kíváncsiak, hogy képesek-e 50 percen keresztül lekötni a nézők figyelmét. Legyenek szívesek részesei lenni ennek a kísérletnek. És akkor annyit kérnék még majd még öntől, hogyha nem abban a csapatban tartoznak, akik azért vesznek össze a Feriékkel, mert meg kellett nézni egy filmjüket, és itt maradnak a film után is, akkor még utána egy kicsit hadd beszélgessünk erről a filmről. Ami most itt látható lesz ezen a vásznon,
ez még sehol nem volt bemutatva, és ez különbözik attól a filmtől is, ami a YouTube-on látható. Jó szórakozást kívánok!